Nagy szeretettel köszönjük a kedves nézőnket. Aki figyelte a főcímet, láthatja, hogy ez a körülbelül 6 évvel ezelőtt felvett archívanyagon már Bakanek doktor úr ott volt, és már a kezdettől fogva követte végig a munkánkat, illetve együtt dolgozunk közel 6 éve. A VNTV archívumában több előadása van, amit a Kombucsa napokon, a Magyarok Szövetségében, stb. Tehát nyugodtan csinálhatnánk egy Bakanek rovatot is már itt nálunk, miért ne? És igazából Gyuriról azt kell tudni, hogy ő születetten egy orvos vagy, az mellett a MOB-nak, a Magyar Olimpiai Bizottság doping csapatának tagja vagy, rengeteget utazó sportolókkal, de ez mellett a természetgyógyászat sem hagyta kívül az életedet, mert hajlandó vagy új gondolatokat befogadni, és ez az a közös platform, ami mi tulajdonképpen itt most tudunk beszélgetni, mert a másképp gondolkodó kategóriáját tökéletesen megtestesíted, és nagyon örülök, hogy végre itt az új Hóti stúdiónkban 2 év után, hogy elindultunk itt, köszönhetlek. Igaziból a mai téma az, hogy vedd a kezedbe a sorsodat, és most bekapcsolom a Bakanek gombot, csak néha fogok hörpinteni egy kicsit a vizemből, és hallgatunk téged, hogy hogy látod ezt a mai világot, mit kéne itt az utolsó időkben, már mi a vaskorszakot jelenti, tenni az embereknek ahhoz, hogy túlélők legyenek és átmehessenek egy olyan világba, ami élhető a számukra, és nem csak élegetnek, meg túlélnek, mint amit nap mint nap teszünk. Hát egy picit a nézők köszöntése után elmondanám, hogy az orvos, mint szó vagy fogalom, ezt egy picit írjuk körül. Ki az orvos, ugye? Az orvos az a diplomát kapott, egyébként fogalmazunk, hogy a szorgalmas, jóindulatú, elkötelezettnek tűnő ember, aki nagyon kevés ismert problémákra, még kevésbé ismert szereket ír fel olyanoknak, akiket egyáltalán nem ismer. Na most ennek következtében... Vegyük ezt végig. Nagyon kevés ismeretlen... Nagyon kevés ismert problémákra, még kevésbé ismert... Tehát nem tudjuk igazából a betegségek forrását, csak a tünetekre írunk föl olyan recepteket, szereket, amiket, olyan gyógyszereket... Amiknek igazából nem tudjuk a hosszú távú igen, következményeket. De az egyetemen ezeket tanulták, mert ezek szponzorálják az egyetemi oktatást. Pontosan, olyanoknak, akiket egyáltalán nem ismer, ugye? Azok vagyunk mi Mi vagyunk, hiszen elmegy egy páciens ugye az orvoshoz, aki hát ismeri, hogy Pista vagy Józsi bácsi vagy Klári néni, látta már, de igazából talán még nem ült le vele 3 percnél többet beszélgetni, mert a statisztikák szerint egy orvos-beteg találkozása átlagban Magyarországon azt hiszem, hogy 6 perc körül jut, talán még kevesebb is, én már kicsit kikerekítettem magamban, míg a gyógyszerrész, vagy inkább patikusnak hívom őket, mert a gyógyszer rész szó azt sugallja, hogy a gyógyszer az gyógyít, hát ez messzire nincs így. A gyógyszert én egyébként kockázatnak hívom mellékhatásokkal. Mellékhatásokkal. Gondoljuk csak el, hogy a gyógyszer, vagy régen orvosságnak hívták, ugye? Mert az orvos és patikának a gyógyszertárat. De hát még ez a, majd fogjuk látni, hogy a vetkezetben kapcsán még a szó is manipulálja az ember. Mert tehát, a gondolaton keresztül hát így arra predesztinál, hogy a gyógyszer az gyógyít, itt, igaz? És a gyógyszertárba kapod azt a gyógyszert, amit egy gyógyít. Uh-huh. Gondoljuk át, hogy a gyógyszerek, orvosságok többsége, amit az orvos ír fel a patikus részére, az csillapító. Tehát tünet csillapító. Fájdalomcsillapító, köhögés csillapító. Van egy példa erre a lámpával, az autón kigyullad a lámpa, ezt tőled hallottam 10 éve. Hát ugye bemegyek a szervizbe, és azt mondom, hogy ég az olajellenőrző lámpa, a mester fogja, fölpattintja a műszerfalat, kicsavarja a lámpát, visszateszi, megkérdezi a pácienst, hogy ég még nem. Jött, akkor tessék, jó utat kívánok, tovább megyünk. Kikapcsoljuk a lámpát, ugye, ezekkel a tünetre fölírt szerekkel, és ezzel a beteg kvázi megnyugszik. Azt a hamis tudatot keltjük benne, hogy ő mindent megtett magáért, be kell ezt a dolgot szedni, és akkor rendben van. Az orvos ugye a felelősséget áthárította a betegre, mivel egy recepttel, egy papírral. Hát ő ráírja a gyógyszernek, az orvosának a nevét, beteg kiváltja, mindenki elégedett, mert ugye... Doktor, ezt meddig kell szednem? És akkor igen. Az a válasz, hogy egy életen az át. Az élete végéig. Na most én mindig megszoktam a paciens, ez különösen a magas vérnyomásra szed egy gyógyszerekre érvényes, hogy tessék, de milyen gyógyszer az, amit élete végéig szedni kell? Vannak olyan hormongyógyszerek, amik úgy nevezett szubstitúciós, tehát támogató vagy hiánypótló kezelés, mert az a kivették a pajzsmirigybe bármi, ezzel érthető dolog, mert azt a hormont adom, vagy a hasnyálmirigy nem termel elég mennyiségű inzulint, akkor adok inzulint, tehát bizonyos esetekben, bár
erre majd visszatérhetünk, ez is egy érdekes tanítsuk téma, meg a hogy egy új ugye irányzat van, az úgynevezett evolúciós orvoslás, amik az ember évmilliók alatt kialakult szokásait, reflexeit, genetikáját, stb. Próbálja meg természetes alapokra helyezni. De ugye ne csapongjunk, térjünk vissza erre az orvos témára. Tehát az egészségű szerintem az a felelősségvállalásnak a szintere, a felelősségvállalásról szól. Egy orvos beteg találkozásról, ami évente Magyarországon 160 millió brutális szám, ott egy két 20-szor megyünk átlagosan fejenként. Átlagosan, így van. Tehát, mivel én nem járok. Tehát van, aki 40-szer megy. Ez olyan, mint az 1 millió tubus fokrém fogy az országban 10 millió lakosra egy évben. El lehet gondolni, hogy az, aki rendszeresen vesz fokrémet, akkor hányan nem vesznek egyáltalán. Noha ugye szeretném hozzátenni, Magyarországon rengeteg embernek már több füle van, mint foga. Tehát elmegyünk. Akkor mehet a Mónika Showba. Igen, mehet, igen. Tehát gyakorlatilag ugye a páciens, akinek nincs ismerete a saját egészségéről, miért? Mert nem oktatják. Miért nem oktatják? Direkt nem oktatják, mert hagyd legyen kiszolgáltatva egy külön erre a célra épített csapatnak, az úgynevezett egészségügynek, mert ugye tudjuk a medikusoktól, hogy a világon a legfontosabb dolog az egészség, de legyen minél több beteg. Hát, ugye, mert azt nem tehetjük meg, hogy a gyógyszergyárak tönkre menjenek, hogy nem fogják. Nem, hát az nagyon szomorú lenne. Tudjuk manapság, hogy a hadipar és a gyógyszeripar a két legfontosabb. Lecsúszott az olajipar. Hogy kérdezek valamit, te itt az orvos felelősségéről beszélsz, vagy a mind beteg a kettőről, a beteg és az orvos. Tehát két olyan fél találkozik egy orvos-beteg találkozás kapcsán, ahol egyik sem hajlandó vállalni a felelősséget az egészségéért. Jött már hozzám annak idején, mikor a minisztériumban dolgoztam, egy főosztályvezető, egy cigarettával a szájba, udvarias volt, meg kint elnyomta a csikket, bejött hozzám, és mondom, parancsolj, azt mondja, hogy hát miért megdokja a vérnyomásomat? Mondom, figyelj ide, azért nem mérem meg a vérnyomásodat, minek? Tehát aki dohányzik, annak egy idő után úgyis magas lesz, és ha én azt mondom neked, hogy magas, te mit fogsz tenni? Fölírok neked egy gyógyszert, hagyd abba a cigit, kezdj el egy picit mozogni, szedjél természetes anyagokat, változtass meg a táplálkozásokat, gondolkodj, ez hosszú. Írjál fel valamit, aztán haladjunk. Tehát a páciensek egy része... Nincs idő a fejfájás a cím. Nincs idő, így van. Tehát ez egy nagyon jó szlagen. Tehát magyarul úgy néz ki a dolog, hogy az embereket két-három dolgon keresztül lehet nagyon klasszul sakba tartani, manipulálni. Egyik az egészségük, a másik a tanulás, a tudás, ugye az ismeretszerzés. Mindenki azt gondolja, hogy oké, a gyereket az iskola majd akkor megtanítja, engem az egészségügy majd ellát. Egyébként majd rendet tesznek körülöttem, és akkor vézem magam kis. Tehát, hogy felelősség semmilyen szinten, tehát nem hozok döntéseket, mert ugye az máshoz helyettem. Úgy van. Ezért van az, hogy a világbank adja ki a pénzt, mert a politikusok nem vállalták fel, igaz? Egészség. Nem foglalkozom az egészségem, mert ott van a gyógyszergyár, majd ez foglalkozik helyettem, így van. És tanulok, amit odaadnak nekem, és nem megyek új pontosan ismeretek után. Ezért van az, hogy az emberek befejezik a egyetemet, mondjuk jó esetben. Úgy jönnek ki, hogy a 90%-a életképtelen, tehát nem ismeri az élet lényegét, nem tudja mi az, hogy felelősség, nem is tudja meghatározni. De nem is tanítják. Nem is tanítják. Egyszer, nem is egyszer, sokszor tartottam előadást, vagy beszélgetünk tantestületi tagokkal, mert itt a régi doping tevékenység kapcsán, itt a drog dopingot ugye összehozták, sok igazság van benne, és drogellenes fellépések értek. És akkor én elkezdtem beszélgetni a pedagógusokkal, és az volt a véleményem, hogy a gyerek nem azért drogozik, mert egy őrült vagy hülye vagy, mint azért, mert nem szeretik, tehát nem úgy szeretik, ahogy kéne, és nincs életcélja. Mert az, el van szakadva a szülőtől és a társadalomtól, a villanypásztor előtt ül, és ott azt mondják, hogy... Ja. Gyakorlatilag azt kérdeztem a tanárattól, hogy mondom, én arra gondolok, hogy az iskolában, ahogy a célképzési óra, mondom, egyébként melyik órán tanítják az életcélképzést? Néztek egymásra. Hát én nem is tudjuk igazán. Nem tanítanak életcél? Nem. Úgy kerül ki egy ember az egyetemről, hogy ilyen óra, hogy életcélképzés, mi az, hogy életcél, mi az, hogy rövid, közép, hosszú távú életcél, miért kell életcélképezni? Tudjuk, hogy az ember az egyetlen olyan lény, akinek egy sikerösztöne van, minden más ösztön az állatnak is van, tehát létfenntartási, fajfenntartási, ivadi gondozási, de sikerösztöne az állatnak is, az embernek van. Minden ember sikeres akar lenni, mindenki énekelni akar, föllépni, gitározni, zenekarba, népszerűnek lenni, sikerösztön. Mi a siker? Ezt nem tanítják meg. A siker egyenlő célokkal, ez ennyire egyszerű. Magyarul célképzési kis projektet kéne, tantervbe bele kéne venni ezt a célképzést. Nincs. Mondom, tehát akkor biztos van olyan óra, hogy,
hogy a szeretetről, ugye egy óra legalább, hogy akkor mi az, hogy szeretet, a szeretetnek hány síkja van, mi az, hogy érintésről, hát ilyen sincs. Hát akkor csak van olyan óra, hogy akkor a felelősség, mi az, hogy felelősség, hogy tudom, a felelősség szólt egy pozitív szóval, hát olyan sincs. Nem, és az alázatról sincs, a személyiségfejlesztésről sincs, a kommunikációról sincs, az életmódról sincs. Miről beszélünk? Hogy jön ki egy gyerek az iskolából? Tudnak olvasni, de nem értik a szöveget. Matematikát utálják, mert úgy tanítják, hogy ahhoz képest osztályozzák, hogy amit nem tud. De mindent, a tornát is egyébként. Sikerül velük megutáltatni. Nem tudják, hogy miért tanulják. Ebből az országból azért mennek el a gyerekek, mert azt mondják, hogy itt Magyarországon nem azt nézik, hogy mit tudsz és mire lehetne téged hasznos tagjává tenni a társadalomnak, mi az, amit nem tudsz. Tehát ez a mi az, ami nem tudsz, tehát eleve degradáljuk a gyereket az első perctől fogva. Amikor példákat adunk nekik, akkor azt mondjuk, hogy akkor vagy ügyes, hogyha te ügyesebb vagy, mint a többi. Tehát magát az egót építik, hogy győzzél le mindenkit, és akkor lesz sikeres. Nem az, hogy együttműködve a többivel a szimbiózis törvényében együtt hozzuk helyre ezt az egész dolgot, hanem egyedüli, önálló, kietlen sivatagban élő embereket hoznak létre, akik utána narkóhoz nyúlnak, piához nyúlnak, úgy nőnek föl, hogy nem felnőttek, úgy mennek bele házasságba, kapcsolatokba, gyerekeknek születik gyerekük, akik úgy szintén nem tudják, hogy mi a helyük, és akkor a te korosztályod, meg a sajnos az én korosztályom, hülyeség, ez most nem volt jó. Tehát a mi korosztályon fogalmazunk így, meg visszük a hátunkon a gyerekeinket, megszülik a gyerekeinket, akkor visszük a hátunkon az unokáinkat, és hogyha mi megéljük azt is, hogy a dédunokáinkat is vihessük, és ez kinek a hibája? Nem az övéké. Így van. Hanem ez a mi hibánk, mert így életre, nem az életre, hanem a halálra neveljük a gyerekeinket. Hát ugye azt mondjuk, hogy harácsolj minél többet, szerez minél többet, ez is győzzél le mindenkit. Mit csinál a szervezet? Keletkeznek olyan sejtjeink, amelyek elharácsolnak mindent a környezetüktől. Ez a rák. A rák. Növekszenek, áttéteket adnak mindenfelé, és megölik az ember. Tehát az ember kicsiben is, nagyban is megöli magát. Ugye azt mondjuk, hogy a ma Magyarországon mindenhez papír, oktatás, vizsga, minden egyéb kell. Ez rendben van. Mihez nem kell egyedül? Hogy az ember utódot nemzen, és azt úgy nevelje, hogy ne a társadalomra legyen utalva. Mi azt jutalmazzuk, hogy minél több gyereket csinálj. Nem az, hogy milyen minőségű gyermeket adsz a társadalomnak, hogy ezt te tudod-e tanítani, hogy az a gyerek az szeretve van, hogy az egy kiegyensúlyozott ember lesz. Tömjük a pszichiátriákat, a börtönöket azzal, hogy nem tanítjuk meg az embereket a szeretetre. A szeretet az mindent mozgat és áthat. Nincs ilyen óra az iskolában, hogy a szeretet, mint olyan, miért kell, mi az, hogy önzetlen szeretet, mi az, hogy feltétlenül nélküli szeretet, mi az, hogy destruktív kritika. És akkor elhatároztam, hogy ez a 8-10 téma, amit most az előbb elmondtam, hogy nincs a suliba, csinálok egy olyan tanfolyamot, hogy mindaz, ami az iskolai oktatásból kimaradt, főcíme középpontban az ember, és mindaz, ami az iskolai oktatásból kimaradt. Na most ugye azért hagytam ezt az egészet abba, mert ezt évenként kellett akkreditálni, és megkérdeztem ezt ugye a hivatalok nálunk azért vannak, hogy nem azért, hogy segítsenek, hanem hogy akadályozzanak. Úgyhogy én régen úgy hívtam ezeket a hivatali embereket, a tanácsi passzivista, egy barátom után, tanácsi aktivista, tanácsi passzivista. Én azt mondom, hogy ebben az országban és a világon is valószínűleg így van, nagyon jól fizetett emberek rétege van, akiket azért fizetünk nagyon kemény pénzekért, hogy az életünket megkeserítsék. Tehát kitaláljanak olyan dolgokat, ami téged nem hogy segítsen, akadályoz. Azt mondták, hogy akkor ezt évenként akadítáljam. És megkérdeztem, hogy miért a felelősség, az alázat és a szeretetet évenként meg kell újítani? Mi a francnak? Ez olyan, mint a haveromnak, aki kerekesszékes volt, és évenként meg kellett újítani a mozgássérült igaza. Mondtam, mert hát ő lenne a legboldogabb, mondtam annak az idiótának, aki ott ült a hivatalban, hogyha nem kéne ezt megújítani. Szívesen kicserélni önnel ezt az igazolványt. Miért? Miért kell minden hülyeséget? Most ezzel szemben ahhoz nem kell semmilyen igazolás tanfolyam, hogy a gyermek vagy a két gyerek, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik gyereket nemzen, ne engedje iskolába, ne tanítsa meg a semmi olyan dologra az iskola, ami a gyereknek az életét jelenti. Hát valaki leérettségizik, kiteszem őt valahol az Egyesült Államokban vagy Londonban életképtelen, mert nem beszél nyelvet, nem tud tájékozódni, nem tudja mi az, hogy kommunikáció, hát elképesztő. Most akkor egy nagyon megdöbbentő dolgot fog neked is, meg a tévénézőknek is mondani. 1933-ban Amerikában olyan mértékű lett az államadóság csőd, hogy a bankoknak már nem tudtak mit fölajánlani, mert minden az övéké volt, és akkor adósleveleket bocsájtottak ki, és most jön a megdöbbentő tény, a születendő gyermekekre. Tehát amikor megszületsz, akkor az adóslevélen is ugye van egy személyi szám, ott van a nemed,
ott van, hogy hol születtél, mikor születtél, és gyakorlatilag ezeket az adós leveleket, akármilyen hihetetlen, ezt a bankoknak odaadják fedezetként azóta is Amerikában, hogy nálunk mi a rendszer, azt nem tudom, de gyakorlatilag ezek a teljesen kiürült államok, akik úgy szintén a politikusok nem vállalták fel a felelősséget, hogy saját pénzt bocsátsanak ki, hogy Kossuth bankóval éljünk, hogy saját gazdaságunk legyen, ezek már az embereket adják el a bankoknak, mert ők a garanciák arra, hogy még 30 évig fizessük a kamatos kamatnak a kamatjának a kamatját, mert még az unokáim is azt fogják fizetni, amit a nagypapám fölvette stanglit valószínűleg ezektől a drága emberektől, és arra az 1000 milliárdoknak a kamatjait fizetjük. Tehát ez a rendszer önmagában borzasztó. Hát ez legalább van, mint a Holdon földet venni, ma már ilyen is van, és fizetnek érte 50-valahány ezer forintba jó. Kerül, Holdon van egy Holdon. Ki fogja azt az első lépcsőt megtenni, hogy bemegy a te aktivistáthoz, aki meggátolja egy ilyen okos könyvnek a kiadását, hogy a gyerekek valóban fejlődjenek? Ki lesz az, aki azt mondja, hogy na, akkor elegem van, és akkor kinyomom és oda teszem, vagy ki akadályozza meg, hol van az a lépcső, mert ugye nem csak a hivatalnokok ilyenek, hanem a társadalmon belül, hogyha én egy kicsit másképp viselkedek a környezetemben, akkor jönnek a többi birka, és ráver a fejemre, hogy te nem ismered a törvényt, hogy ezt így kell csinálni. Tehát már a törvény legnagyobb képviselői a polgártársaink, akik ugyanúgy birkaként rángatják, hogy nehogy kilógjál abból, amiben élsz. És van ennek egy nagyon jó példád, először az orvos témát fejezzük be. Minden előadáson el szoktál mondani, hogy a patológus tudja igazából azt, hogy mit csinál, de ő már nem tehet semmit. És ennek van egy gondolatsor, ezt szeretném, ha megosztanád. Hát ugye az orvosok a durván 4 csoportra osztják. Van olyan orvos csapat, aki gyakorlatilag mindent tud, de nem tud igazából semmit csinálni. Ugye ez a belgyógyász és hasonló korú, illetve hasonló kategóriájú orvosok. A másik az nem tud semmit, de mindent csinál. Most természetesen sarkítok, ne sértődjenek meg a sebészek, ugye ők a sebészek. Tehát ő vakdalkozik, stb. Azt szoktam mondani nőgyógyászként is, ugye azt mondom, hogy a császármetszés az pótolja a szülészeti ismereteket. Állati egyszerű, fölvágom, kiveszem és nem kell kínlódnom vele. A sebészeti beavatkozás is pótolja az orvosi ismereteket, kinyitom és kiveszem. Ez természetesen a vicc kategória, sebészek azonnal befonna a telefon, nem kell, mert természetesen más a dolog. Tehát van orvos, aki minden tud, de semmit nem csinál, van, aki semmit nem tud, de mindent csinál. Ez a sebész? Van ez a sebész, van egy olyan kategória, aki nem tud semmit és nem csinál semmit. Ez a pszichiáter, mert hallgat és bölcse hallgat. És van egy csapat, aki mindent tud és mindent csinál. Ezek a patológusok, de már későn. Noha tudjuk, hogy a halál is életjelenség, csak aha. Az utolsó. Csak az utolsó. Csak az utolsó. És természetesen nem az, hogy mi meghalunk, ez csak a mi csököt adjunk, hogy mi eltávozunk. Nem a test teremté meg a lelket, hanem a lélek a testet. Tehát az ember körül ott van, az elhasznált testet, mint egy óvszert eldobjuk, és majd élünk aztán a lelkünkkel tovább. Tehát ez rendben van. Egy nőgyógyász tanácsait hallották, hogy óvszert eldobjuk. Egy kicsit mellett jöttünk a stúdióban, egy fantasztikus könyvet olvastál mostanában, a Bruce Lipton könyvét, és azt mondtad, hogy úristen, ez alapműnek számít. Miért is? Mert minden olyan mű, amiben szembesülsz azzal, amit te egyébként gondolsz, csak egy olyan specialista, aki ebben mélyebben bele és kísérleteket dolgozta magát, is kísérleteket és alátámasztja, az úgy az aha élménnyel ajándékoz meg, és azt mondod, hogy ez sokkal többet ér, mint ha valamit olvasol, amiről fogalmat sincs. Tehát az embert mindig izgatta az a dolog, hogy milyen érdekes, hogy a világ a végtelen a kicsi és végtelen a nagy tekintetében. Tehát nem tudjuk, hogy hol a határa az univerzumnak, és nem tudjuk, hogy hol a határa a legkisebb valaminek. Gyerekkoromban arról... Ez a relativitás elmélet a gyakorlatban. Gyakorlatban, igen. Tehát én mindig arról töprengtem már 10-valahány éves, hogy oké, nekem azt mondták, hogy végtelen. Nem tudjuk megérteni, mi az, hogy végtelen. Hát valahol csak van határ, de mi van azon túl? És azt mondjuk, hogy a kicsi felhaladva is végtelen valami, de hol van azon, és ugye kiderítették, hogy az atommagba is még bontható, aztán mondnak legkisebb részek, ami szintén bontható, de már nem anyag, hanem rezgés, ugye? Ezt tudtuk. És ugye? A Lipton azt mondja, hogy... Lipton azt mondja, hogy a sejtek egy önálló világ, ezt tudtuk, ugye? De az már egy érdekes, és számomra tulajdonképpen új volt, mert a kísérletek ezt bizonyították, hogy a sejtnek nem a sejt mag az agya, hanem a sejt hártyán levő receptorok, tehát felfogó, jelfogók, és amelyek felfogják, és amelyik irányít, az a másik. Tehát ha ezeket letisztítjuk a sejt hártyáról, akkor gyakorlatilag meghal a sejt. Tehát a sejt hártya, a sejt agya. Miért fontos ez? Mert ha kivesszük a magot, attól még él a sejt, de ha a sejt hártyát megtisztogatjuk a receptorot, akkor meghal. Ez azért fontos, mert a felfogó jel, ami a több sejtűekben már az idegrendszer differenciálódott,
hihetetlen hatással van. Hát egy sejt szinten is képes. Egy sejt szinten ugyanazt tudjuk, és ugye itt a végtelen a kicsiben, hogy egy sejt is ugyanazt csinál, mint az ember. Lehet, hogy én egy elektron vagyok, hogy a Föld egy elektron, egy nagy valaminek, élőlénynek a testében. Tehát egy más sejtett kitekintése az ő univerzumára, az a te tested, így van? Így van, az az én testem. A másik az, hogy a Bruce Liptonnak ebben a könyvben nincs már benne, és elállom nézőnek, én adtam a kezedbe ezt a könyvet, és egy további kísérletét találtam meg, és ez azért megváltoztatja az egész gondolkodásmódunkat az idáig elmondott orvostudományról, mert azt mondja, hogy ha egyetlen egy őssejtet elkezd szétdarabolni kis apró részekre, az egyiknek ad egy tápoldatot, amit egyébként csontok esznek, csontszövetek esznek, a másiknak ad egy, amiből egy húszszövet eszik, a harmadiknak ad olyan, ami véré válik. Nem is, hogy a vér jó példa volt, de a lényeg az, hogy ezek az őssejtek fogják magukat és átalakítja magát csontsejté, átalakítja magát szöveti sejté, és akkor ez egy, milyen gondolat ez? Az, hogy egyetlen egy sejt képes fölfogni abba az életszituációba, hogy az ő továbbmenetele érdekében neki egy óriási genetikai DNS változást kell végrehajtani azon, hogy ő például csontsejté változjon, és az összes reprodukciója is már csontsejt legyen. És akkor azt mondjuk, hogy 50 trillió sejt, amit itt van a testünkben, ez egy buta, ostoba, gyógyszerekre rákényszerülő gép, aminek a lámpáját a te idézetedre ki kell cserélni, és sose tudjuk meggyógyítani. Mert egyetlen egy sejt képes megváltoztatni az életét, akkor egy ekkora okos közösség, hogy gondoljuk azt, hogy mi csak a gyógyszerek által tudunk gyógyítani? Ugye, ha egy mondatot kellett volna ebből a könyvből kiszednem, azt hiszem, a reggel akadtam rá a legfontosabb mondatra, hogy a gén az csak egy lehetőség. De a sorsod az a gondolataitól függ. Tehát a gondolkodás meg tudja változtatni a génstruktúrát. Ez támasztja alá. Elképesztő. Tehát, akkor mi a gén? Tudtuk. A gén ez egy antenna. Így van. Tehát nem az, hogy őrökítés, ez predestináció, és ez megy tovább, hanem az, amit képes fölfogni bárhonnan, és ő ugyanúgy egy morfogenetikai mezőn keresztül minden egyes gén ugyanazt a szöveget hallja, ami a testedben hallatszik, és ő erre fog változni. Ez gyökeresen meg kell, hogy változtassa az orvostudomány hozzáállását ezekhez a dolgokhoz. Mi ugye egy ilyen genetikai szemlélet bűnültünk, amikor azt mondtuk, hogy akármit csinálsz, a gén meghatározta, és az emberek ezt nagyon szívesen veszik, mert én nem tehetek róla. Megint felelősség lehet. A családunkból ilyen vastag csontunk volt, én azért vagyok ilyen kövér, mert az apám is. Nem. Sokat számít az, hogy a gyerek mit kapott a szülőtől, és ugye a másik megdöbbentő dolog volt, azért ezt nem hittem volna, hogy már a gyermekvállalásra készüléskor fölbukkanó gondolatok is befolyásolják a gyerek sorsát, mert a gondolatok, tehát azt mondta ez a Lipton, hogy a szülők mint génsebészek, tehát a szülő a saját génjeit már a gondolataival át tudja alakítani a gyerek irányában, hogy ő várja azt a gyereket, szeretni fogja, megtervezte. És nem úgy, mint az emberek, akik neked nagy részén nőgyógyászként látom, hogy hát doktor úr kimaradt a havi ciklusom. Hát azt mondjam, gratulálok, megnézzük az ultrahangot. Jaj, nem mostanra vártuk. Tulajdonképpen még nem is akartuk, nekem még ezt be kell fejezni a félre. Most ez a gyerek már a készülődéskor hallotta, minek jöttem a világra. Most ez a gyerek, ez nem lesz teljes értékű harcos, mert önbecsülés hiányban fog szenvedni, és nem tudják, hogy miért. Kutatják mindenféle módszereket, nem tudtak semmit kimutatni. És ugye mit vártok? A férjem természetesen fiút, és ott van egy kislány, mert a nő tudja, okosak a nők, tudják, hogy a pasiknak az ivadi gondozási ösztön a lányok irányában sokkal erősebb. Ezért van csak lányom? Az mindig a nőtől függ, ugye? Igen. Tehát ez a nőtől. Azt mondják, hogy a pasit nem, a nő amit gondol, amit szeretne, aha, de sokszor a tudat alatt ők tudják, hogy a pasik mind fiút akar elsőnek, többé-kevésbé van, aki lányt, az úgyis nem az fog történni, mert lehet, hogy a hölgy azt fogja hinni, hogy hát büszkélkedett neki egy fiú, annyira akarja, tessék, és az lesz. De amikor a hölgy azt gondolja magában, hogy egy lánygyermek kötődése az apához milyen, akkor lány lesz, tehát a pasik adják az anyagot, és a nő eldönti, hogy ebből mi lesz, hogy lesz. Na most, amikor azt mondjuk, itt hordom a magzatot, lány, de meghallja, hogy a férjem természetesen fiút akar, ez a lány, amikor megszületik, tudat alatt nem is tudja, meg fog felelni az apjának. Fiús játékokat játszik, katonának megy, fiús dolgok, foglalkozásokat űz, és meddő lesz. És keresik az okát, hogy miért. Minden rendben van. Hölgyem, uram, önnél is. Miért nem? Hát egy fiú nem eshet teherbe, gyerekek.
Nekem az apám azt mondta, hogy fiút vár. Én befogom neki bizonyítani. És már is a megoldásnál vagy. Tehát én tudatosan eljutok odáig, hogy úristen, mit műveltem magammal. Már van ilyen módszer, hogy visszatudsz menni az anya hasába, és az ott az anyád gondolatai, regresszióba. Az anyád gondolatai, akkor megbocsájtasz neki, úristen, hát így nem van. Tehetett mást, és onnantól fogva fölépíted magad, ezt hívjuk mi a tiszta lap állapotána, és onnantól te már magad építed a gondolataiddal a saját. És ez nem mond ellent a klasszikus nőgyógyászati mondjuk protokollnak. Mert azt mondom, hogy valaki jön az, hogy évek óta nem védekezünk. Oké, akkor nem azzal kezdem, hogy akkor tessék elmenni egy olyan vizsgálatra, vagy egy kineziológiára, ahol megnézik önnek. Nem. Korrektül ki kell mindenkit vizsgálni. Tehát ez ugye az evidenciák, a alapuló orvoslás, ami megítélésem szerint nem más, mint a gyógyszergyárak fizetett evidenciája, mert itt az evidenciákat beszedte, nem szedte, kettős vak kísérlet, ennek ez volt. Egyébként mi más az evidencia? Evidencia lehet egy természetgyógyász evidencia, és csak ugye ott egy ember lát 2000 beteget, és neki ez a meggyőződése, látta, tapasztalta. De ezt nem szponzorálták meg 100 millió dollárral, tehát ez már nem is evidencia. Tehát nincsen stadion, hát nem evidencia. Nincs, most nem azt mondom, hogy mindent, aki jön ötletek, jönnek őrültek is persze, millióan. Mindent meg kell vizsgálni, de egy orvos is azért egy picit legyen nyitott, amikor azt mondjuk, hogy figyelj, van, aki ezt kipróbálja, nézd meg, vagy nyitott vagyok. Tehát itt az orvos felelőssége, hogy ne azt mondja, hagyjam már ez a hülyeséggel. Pontosan, tehát ez nem alternatívája az evidenciákon alapuló orvosásnak azt, hogy egy orvos érdeklődő, nyitott, amikor valamit ajánlunk és a kezelőorvosával beszélje meg a kezelőt, nekem azt mondta, hogy Isten menj csak azt, amit én mondok, ezt hívják önzésnek, ez bunkóság, tehát legyen egy orvosban egy pici alázat is, és mondja azt, hogy hölgyem, uram, én nem tudom mi ez, tehát ez, én is érdeklődéssel hallgatom, önre bízom, ha megmondja, vagy utána nézek, és ez nincs ellentmondásban az én kezelési elveimmel, akkor tessék megpróbálni. Hogy kérdezek valamit, azért ugye a beszélgetésből kiderült, hogy azért te folyamatosan képzed magad, nem zártad be az orvosi egyetem után azt a könyvet, hanem folyamatosan nyitott elmével jársz. Ma hova sorolod magad? Mert amikor elmegyek hozzád, és bármiféle kérdésem van feléd, vagy a hölgytársaknak, akkor te igencsak nem csak a gyógyszereket veszed elő, hanem a természetgyógyászati eszközöket is ajánlod. Hol vagy te? Igazából egy renegát vagy az orvosoknál, vagy egy renegát vagy a természetgyógyászoknál, vagy egy egyszerű hídverő? Talán ez az utóbbi. Én azt gondolom, tehát sokáig kerestem én is rárontottam a betegekre, amikor elvégeztem az egyetemet, hogy most akkor gyógyítani fogunk, és aztán kialakult az évek során, hogy ez korán sem ilyen egyszerű, az egészségügy az nem csak erről szól, hanem presztízs, pénz, tekintély, hatalom, a mások megalázása, kiszolgáltatás, tehát ez nagyon kemény. Eltelt bizony 11, az első botlás mondjuk ott volt, idézőjelbetéve botlás, hogy egy kicsit úgy meghasonlottam azzal, amit egyetem. Tehát nem mondom, hogy az egyetemen tanultakat nem tudom használni, talán a 5%-át, ugye? Tehát most az, hogy én köldöttől lefele használtam dolgokat, az oké, és ma így van, hogy késsebész, már bal nagy új sebész is van. Ez fontos, mert akkor ő ezt ragyogóan végrehajtta, mert ebbe specialista, de már a fától nem látják sokszor az erdőt. Különösen azoknál a betegségeknél érdekes ez, ami a legtöbb halálesetet okozza, tehát a szívérrendszer, a rák, a különböző metabolikus szindrómák, cukor, stb. Ezekkel a mai orvostudomány a csillapításon kívül semmit nem tud kezdeni. Orvosi bravúrok vannak, stenteket, bypassokat csinálnak, szívet operálnak. De az okot nem tudja. És a beteget megkérde, vagy a rákkezelésénél 10 milliókat fektetünk egy rákkezelésbe, és megkérdezem, hogy a kezelő orvos jönnek, mondott-e valamit a étkezésről, az étrend kiegészítésről, a mozgásról, a gondol... Hát ez nem is beszél velem, mert 2 perce volt, és épp, hogy átvett a borítékot, és elrohant. Tehát most ez elképesztő, hogy nem az okot keressük, nem helyezzük egy komplex buróba ezt az egészet, és ugye tudjuk, hogy a rák kialakulásához is minimum 5 tényezőnek együtt jelen kell lenni. Egy lelki problémának, valamilyen vegyszer problémának, antioxidáns hiánynak, étkezési problémának. És ugye ez a vezető halálokok és a vezető betegségek, amiket civilizációs betegségeknek hívunk, gyakorlatilag nem tudják meggyógyítani. A cukorbetegségre azt mondják, hogy hát ez együtt kell tudni élni. Egy magas vérnyomásra szedd a gyógyszereket. Állati egyszerű. A magas vérnyomást az esetek 90%-ában a visszerállás, tehát a szervizsír okozza. A szervizsír táplálkozási probléma, és nem zsír és szalonna és kolbász problémája, hanem a finomított szénhidrátoké, az élelmiszeripar disznósága. Ugye ez Amerikában jött ez a dolog, hogy minél csak le kell venni a polcról, már meg is van emésztve, tulajdonképpen már csak a mellékhelyiségbe kéne menjen. Minél kényelmesebb, nem.
az összes finomított dolog az azért tud túlélni, mert kivonták a szerves anyagot belőle, ezért tele kell rakni tartósítóval, ízfokozóval, illatfokozóval, nem tudom mivel. Az ember eszik egy csomó finomított dolgot, a szervezete a több millió éves fejlődés után nem tud mit kezdeni ezzel a irtózatos mennyiségben felszabadult cukorterhelyssel. Most egy pillanatra megdöbbentelek egy kicsit. Na. Az előbb mondtad azt, hogy minden gén egy antenna, tehát a gondolatokat képes fogadni. Most képzeld el, hogy ez a sok génmanipulált, kitekert, tönkretett biológiai szemét, aminek úgy szintén van génállománya, milyen információt visszat a testedbe? Meghűíti teljesen. És hogy a mája tönkreteszi, mert az igyekszik ki választani ezt, ugye? Ma már a mája halál az följött a előkelő dobogós helyre lassan, ugye? Még nem tudta leszorítani az orvostudomány tévedései által okozott haláleseteket és a gyógyszer mellékhatásokat, ez harmadik helyen áll. Aha. Tehát szívérrendszer, rák és az egészségügy, ez a három. A negyedik a máj. Tehát gyakorlatilag ugye ez mind egy törről ered. Azt, hogy mit veszünk a szánkba, tehát most minden pejoratív dolog nélkül mondom, tehát hogy nézzük meg, hogy picit figyeljünk a kajára. Ha rendesen táplálkozunk, kivonjuk belőle a finomított cukrot, a finomított lisztből készült dolgokat, a különböző, ugye hát most a tejről is sok a vita, de abban is, hogy a laktóz meg a cukor benne van, meg a glutént, ami a gabonában van, akkor gyakorlatilag elkezd a hasi zsír csökkenni. Nem honlapra, amit a csodaszerek ígérnek, hogy nyugodtan egyen, csak nem a vizet hajtja ki, sem. Így van, az csak a vizet hajtja ki. Ezzel viszont szépen lefolyik. Ha csökken a visszerállás zsír, csökken a vérnyomás. Ha csökken a vérnyomás, nem kell vérnyomásmérőt szedjek. Viszont ez nem bót, mert nem tudom eladni se a vérnyomásmérőt, utána a vérnyomásmérők által okozott impotenciát nem tudom kezelni. Tehát ez egy ilyen láncon megy végig. És a beteg bekerül, mint a klasszikus kabaré tréfában egy pattanással, és a végén kijön a hullaházba, mert annyi mindent kapott a végül is. Van, betegek mennek olyan a patikába, szétterítik a receptet, mint a kártyát, 6-8-10 recept, mindegyik boldogok, fénysugárzik az arcukról, áldoznak rá. És minden orvos újabbakat írogat. És újabbakat, így van. Tehát bekerülnek egy olyan mókuska, hogy nincs kiút, és kérdezted, hogy minek tekintem magam, az éves során ugye ez a ráébredés kvázi, ami nem az én zsenialitásom, hanem a morfogenetikus mezőből tudásanyagra egy picit nyitottabb lettem. Ez a csatorna elmélet, hogy vannak emberek, akik a te életedet kellemessé teszik. Egy Michelangelo, egy Liszt Ferenc, ők is ugyanolyan DNS-ből voltak, de az üzenetre nyitottak voltak, és vakon és pillanatok alatt lekomponáltak valamit, nem azért ezt hitték tehetségnek, nem, ők nyitottabbak voltak, mint bármi más. Én úgy gondolom, hogy az én magam szerény eszközeivel, kihasználva és felhasználva az orvosi tudást, megpróbálom közérthetően kommunikálni az embereknek azokat az információkat, ami ahhoz szükséges, hogy ők egy picit öntudatosak, egy picit felelősségvállalók legyenek, hogy ne lehessen őket manipulálni, hogy vegyék kezükbe a sorsuk irányítását, és érezzék azt, hogy a dolog tőlük függ. Én minden rábetegnek azt mondom, hogy ha egy picit részt vesz a saját gyógyításában, az már nyereség, egyébként másod nem fog meggyógyulni, mert akkor teljesíteni fogja az orvosnak azt a szövegét, hogy magának 3 hónapja van hátra, és csontra 3 hónapra meghal, mert a tudat alatti azt mondja, nekem a doki azt mondta. Tehát a sejtek ezt a... A sejtek ezt az információt kapják. Tehát én az vagyok, amit gondolok, meg amit megeszem természetesen, az a benzin, a maga az, hogy hova vezetek, az meg itt van, hogy hova jutok, az, amit én gondolok. És ugye a... Képzeld, egy sejten belül a DNS eszi a legtöbbet. Hihetetlen, tehát ugye az ő tápanyag ellátása. Tehát ebből lehet látni, hogy nem egy passzív része az egész résznek, hanem egy folyamatosan gondolkodó rész. És záróképnek Szepes Mária mondja, hogy zseni az, aki minél több fényt képes beengedni az agyával. És ugyanezt mondta te is, hogy az, aki gondolkodni képes, tehát képes a szellemvilágból bármilyen információt fölfogni, és azt mondjuk akkor hívjuk morfogenetikai mezőnek, és az képes tudattával felébreszteni és odaadni az többi embereknek, na ez ma a túlélő, és ez ma aki és ha van benne kellő alázat, akár orvos, akár bármilyen szakember, önzetlenség és szeretet, ezzel végletekig el lehet jutni. Ez volt dr. Bakanek György úr zárszava. Nagyon megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, várjuk kérdéseiket ide a műsorhoz. Bakanek úr korábbi riportjait megtalálhatják a www.vntv.hu weboldalon. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is a lehetőséget. És várunk mi máskor is.